Elkészült az Egyensúly Intézet településindexe. A felmérés lehetővé teszi, hogy az egyes települések fejlődését az adatok alapján lehessen megítélni, emellett segíteni a döntéshozókat azoknak a területeknek az azonosításában, amelyek célzott fejlesztése révén hazánk helyi közösségei még sikeresebbé és erősebbé válhatnak. A legtöbbet fejlődő megyeszékhelyek rangsorában Kecskemét dobogós helyen végzett, Székesfehérvár és Zalaegerszeg után a harmadik helyen áll országos szinten. Kecskemét a Zalai megyeszékhelynél valamivel előnyösebb pozícióból vágott neki a 2014 és 2021 közötti időszaknak. A város intenzív fejlődése többek között az egylakosra jutó nettó belföldi jövedelem kiemelkedő 872.000 forintról 1,8 millió forintra való növekedéséből, illetve a lakásépítések és a személyi jövedelemadót fizetők számának megugrásából származik. Ugyanakkor itt is jelentős mértékben gyarapodott az 1000 lakosra jutó személygépkocsik és internet előfizetések száma. Érdemes kiemelni, hogy a vizsgált 7 év alatt mindegyik megyeszékhely jelentősen fejlődött, átlagosan 10,9 indexpontot javítva 2014-hez képest.